Tomi izmos. Tomiék épp gyertyafényes fatyihoz készültek Lilivel. Ez gyönyörű, Tomi, és nagyon fincsi a pörkölt. Ezt mind te főzted? Ha persze, hogy. Csak hiányzik valami savanya. Nincs véletlenítőn egy kis csemege ubid? De van, rögtön hozom. Tomi elővett a spejzből egy üveg ubit. De kemény. Minden rendben, Tomi. Persze, csak beragadt. Bocsi, Lili, biztos 1000 éves már, is berusdált az üveg. Semmi gond, így is finom. Tomikám, segítenél bepakolni a garázsba? Bocs, Lili, mindjárt jövök. Légy szíves, vidd be ezt a kartonvizet. Tesi órán a fiúk futottak, közben a lányok beszélgettek. Lóri, látod, milyen jól néz ki fecóbá? Pedig már van, vagy 40 éves is. Ő a legszexibb talán az egész suliban. Hát, ami igaz, az igaz. Tomi elhatározta, hogy ő is izmos lesz. Heti 3-szor fekvőzött, guggolt és plenkelt. Pár hét múlva már majdnem el tudta tolni a bevásárlókocsit. Elegem van, hogy ilyen puding vagyok. Meg is nézek egy gyúrós tutoriált. No lehetetlen, no gravitáció, csak lenni te is a rock. It's right that múlik, milyen your life lesz. Küzd, hauling bele every nap, és fog sikerülni. Dwayne Smart Rock System, akarsizom parál. Azt a pont ez kell nekem, fel is hívom Dwayne-t. Oh, hello, Tomi, rég láttalak. Jó, megnőttél very fast. De jól látom, hogy te lennék kicsit tejbögríz. Ja, hát igen, pedig úgy gyúrogattam, ahogy mondtad. Csak not every nap. Én give you a rock system csomag ajándékba. Te pedig lenni big muscle boy. Végre, nem leszek többé lekvár. Köszi, Dwayne. Állj lenni szikla, vagy mi? Másnap a futár meghozta a raklapnyi port. Tomi ezek után minden nap gyúrt, és egy hónap múlva eljött a mérés ideje. Na, mennyi? Gratulálok, Tomi. 19 cm. Ó, yeah. És neked? Hát olyan 20-31. Basszus, nem már! És sosem leszek izmos. Jaj, bocsánat. Hey, tesó, nem látsz a szemettől? Dehogy nem, csak... Jó van, egyes. Látom, izom hiányozva. De nekem ilyen az alkatom. Figyelj, mutatok neked egy képet. Pont egy hónapja készült. Ne! De! Ezt nem hiszem el! Ez tényleg te vagy? Persze. Miért elkezdtem használni a Hyper Iron 3000-et? Hyper? Mi valami testcseregép? Nem, csak egy icipici bogyó. Wow, tényleg barón hangzik, de ez nem veszélyes? Ja, dehogyis. Látod, én is tökre egészséges vagyok. Na, figyelj, nekem úgyis megmaradt egy nagyon mennyiség, baráti áron át tudom neked engedni. Oh, yeah! Tomi rögtön le is küldte a tuning bogyót. Egész napjunk tájig karozott, aztán a zuhanyzóban találkoztak Petivel. Szia, Tomi! Jézus, mi történt veled? Allergiás robot van? Menő, mi? Ja. Tominak megjött az ereje, már simán letekerte az üvegtetőt. Segített a szomszéd bácsinak kereket cserélni, és a boltban is elboldogult. De jó volt ez a film. Ja, jó volt. Úristen, Tomi, mi van a hangoddal? Berekedtél? Berekedtem. Szerintem jobb, ha ma korán lepihensz. Hali, Tomi, mi a pálya? Lenyeltél egy gorillát? Beszúdta. Hé, hey, Adam, tesó, dolgozhatnál velem a klubban? Hé, hey, Józsi, te baba 50 is elmúlt, a mű nincs még gyereket. Ha, mert tuningbogyós vagyok. Az meg mi? Hát tudod, tuningbogyó, be, férfiasság ki, vágod. Mi? Doktor úr, tényleg nem lehet már gyerekem? Talán még nem késő, Tamás úr. Ha egyszer gyereket akar, akkor fel kell hagyni a szteroidok szedésével. A sztereom, mi? Az, amit turbobogyóként eladnak az izomporok mellé. Akkor nem lehet bevenni a... Bogyót! Leírtam egy papírra. Aha. Tomi hetekig nézegette a papírt, így szép lassan visszaváltozott a hangja, visszatért az esze, a többiről nem is beszélve. Szia, Tomi! Jobban vagy? Vagy mindig... Bocsi, gyerekek, nem tudom, mit csinált velem ez a szemét, de soha többet. Nekem már nagyon hiányzott a kis Ropi, Tomi, és egyébként is 4 gyereket szeretnék. Tomi végül megtalálta a humorérzékét is, Lili pedig soha többet nem bámulta meg az izmos pasikat, legalábbis Tomi előtt.